Köszöntök mindenkit a Veltins Arénából. Következik a Schalke Molfehérvár Európa Liga 8-ad döntőinek a visszavágója. Hát bizony, azért festői környezetben játszott majd a Vidi ezen a mérkőzésen, ráadásul előnyről várhatja a visszavágót, hiszen 4-2-re megverte a Schalke együttesét az előző körben. Úgyhogy két gólos előnyre tett szert a Molfehérvár. Nyilván azért nem lesz könnyű itt idegenben, Németországban, de mondom, megfelelő hozzáállással akár sikerült lehozni úgy ezt a meccset, hogy meglegyen az a hőn állított Európa Liga negyeddöntő. Nagyon fordulatos és izgalmas volt az első mérkőzés, erről majd azért később még mesélek. Itt van viszont a Schalke kezdő 11-e, Huntelaar ugyanúgy elő, Ramanhár itt Serdar mögötte, Mascarell és Bentaleb majd a középpályások, Kolasinac, Sané, Kabak és Ocsipka a védelemben, Kabóban pedig Fermen, úgyhogy a Schalkénél igazából ugyanaz a kezdő, amely kifutott Fehérváron is. A Vidinél sincsen túl sok változtatás. Négo Muszlim Stopira és Bolla a védelemben, Kovácsik a kapuban, Urialef Funsu a középpályán, előtt pedig majd a Petriák Nikolic Dárdai hármas. Ugye Uri duplázott az előző mérkőzésre, rajta kívül Nikolic és Dárda is betalált, a Schalke oldalán pedig Harit szerzett két gólt, méghozzá úgy, hogy 0-1-re alakította, illetve 4-2-re alakította az eredményt, úgyhogy a mérkőzés első és utolsó gólját is a Schalke rúgta, úgy kaptak ki végül 4-2-re a németek. Elkezdődött tehát a mérkőzés, kékben látható a Schalke, a Fehérvár pedig fehér összeállításában. Petriák kapja már a labdát, és Petriák passzol Nikolichoz. Na, itt az első nagy helyzet, Dárdai lövő helyzetben, óriási tét Fermán. Nagyvidi helyzet maradt ki, de jól kezdi a vendégcsapat a mérkőzést, Dárdai adhatja majd be. Kifejedik, kipattanó még ott van, Négo. Legutóbb közben Négót nézzük, mert marad előtte, és lő egyet messziről, Négó lepattan a blokkról. Legutóbb, amikor ugye magyar együttessel találkozott a Schalke 2004-ben az UEFA kupában, akkor a Ferencvárost 2-0-ra verte, az most sajnos pont elég lenne a Schalkénak egy esetleges továbbításhoz, úgyhogy reméljük, hogy úgymond az eredmény ez nem ismétli ma önmagát a történelemmel együtt. Fermán rúgja ki. Stopira. Előle elfejelik. De ez így Négóé, úgyhogy marad nálunk a labda, Négó, Petriák. Nikolic. Kabak. Serdar. Uri. Nikolic. Petriak. Dárdai. Funsó. Jól tolja befelé. Funsó elővé lesz szögből, és aztán blokkolnak. Mascarell. Raman. Hát eddig azért beszorítja a Schalkét a Fehérvár a kapuja elé, megint egy eladott labda a németek részéről, Funsó, egyszer elég Kolasinac, Funsó megy oda és szerzi meg újra viszont, Dárdai, Funsó, na lesz a beadás, Funsó, lesz bizony, ott a helyzet, de pontatlan, Serdar, Bentaleb, Harit, előre vágta, Raman felé, Raman, Bolla rajta, Raman még egy csellel, Raman, itt a lehetőség előtte, vigyázzunk, Raman még egy cseltbe vet, a passz pedig pontatlan, és Funsó hozhatja el most. Nikolic, Dárdai, Nikolic, az jó labda, Petriák, itt a lehetőség, Petriák előtt, Petriák, csak be kell rugni, és bent is van. Megszerzi a vezetést, a Fehérvár összesítésben pedig 5-2. A 20. percig kell várni arra, hogy Petriák megszerezze a vezetőgolt. Schalke-Fehérvár 0-1, és ezzel nagyon közel kerül az Európa Liga negyeddöntő. Innentől kezdve a Schalkénak 3-at kéne rúgnia a továbbításhoz. Itt ez jó labda volt, Petriák átvette, egyedül vezethette kapura, nem voltak hátul a német védők is. Szépen él a lehetőséggel, Iván Petriák vezette hát a Vidi. 20 percet kellett várni a gólra. Kabak. Kolasinac. Sané. Mascarell. Serdar. A Csipka felé. Négo. Szépen oldja meg. Uri. Alef. Nikolic. Dárdai. Unsó, Kolasinac. Az a teszi Fermánhoz. Jön meg már rúgja előre, Petriák. Mascarell. Harit. Ott a fejes, ez kint van. Úgyhogy lesz ebből egy bedobás így a fehérváriaknak. Négo,
Dárdai. Az jó labda. Nikolic. Na, Nikolic emel. Fermán. Elég szép mozdulat volt. Marad a 0-1. Raman. Kolasinac. Raman. Szerdár. Ocsipka. Ott a beemelés és a fejes 1-1. A semmiből kiegyenlít a Schalke Huntelaar. Hát ez abszolút a semmiből, egy támadása nem volt eddig a Schalkének, és egy hirtelen jött beadást Huntelaar bebólint az elaludt védők mögül, közül egyenlít a Schalke. 1-1. Hát összesítésben pedig ezzel 3-5. Klasszian Huntelaar tehát gólt szerez, egyenlít a Schalke. Uri, Petriák, Nikolic, Dárdai, Nikolic, ez viszont újabb nagy helyzet, és lehet válaszolni, Nikolic ott is van, 2-1-re vezet a Fehérvár megint. És ezzel megint 3-at kéne rugni a Schalkénak. Hát gyorsan válaszoltunk a Schalke góljára, Nikolic góljával 1-2 vezet a Vidi megint. És összesítésben pedig ez már egy 6-3 a Vidi javára. Sané. És ugyanúgy megvan a két idegenben rúgott gól, akárcsak a Schalkénak. Úgyhogy hosszabbítás még lehet, de idegenbedett gólokkal a Schalke már biztos nem fog tovább jutni. De lehet, hogy amúgy sem. Harit. Négo. Alef. Petriák. Uri. Dárdai. Szép labda, Nikolic, itt az újabb lehetőség és a lövés. Ez most nem ment be. Itt kapja Nikolic, és aztán mellé gurítja. Marad az 1-2. Kolasinac. Harit. Uri. Alef. Nikolic. Nikolic messziről lő, óriásit véd a kapus Fermán. Dárdai rúghatja a szögletet. 42. perc. Jó, az ott a fejes. De kapu fölé megy. Hát közel volt a harmadikhoz megint a Vidi. Egyértelműen uralja eddig a székesfehérvári csapat a mérkőzést. Egy lövése volt mindössze a Schalkének, az kaput is talált, sőt be is ment. A Vidinek viszont 9 próbálkozása volt, mindössze csak 2 ment a kapuba. Szerdár, Raman. Na most kell figyelni, nehogy megint a Schalke semmiből mondjuk gólt szerezzen, Raman. Ott van a 16-osan belül, begurítja, Huntelaar nem tud lőni. Szerencsére nem is tudott, utána sem Bolla takarít. Mascarell. Harit. Mascarell. Jó passz, Kolasinac. És Bolla. Szép szerelése. Stopira. Dárdai. Uri. Eladja, és itt a vége az első félidőnek. Hát Schalke-Molfehérvár 1-2. A Vidi fél lábbal ott van az Európa Liga negyed döntőjében, hiszen ha a második félidőben nem kap 3 gólt a Schalkétől, úgyhogy egyet sem rúg, akkor biztosan ott van a legjobb 8 között az Európában. Ez megint csak egy nagy menetelés lehet így. Jöjjön a második félidő, amelyet majd a Vidi kezd. Muszliunál a labda, és rúgja előre. Harit. Alef megy oda. Muszliu. Szabadrúgást ítél majd a játékvezető, méghozzá a Schalke kapja. Ocsipka végzi majd el. Dönyeszke Schalkétől akkor búcsút veszünk itt az Európa Ligában. A legjobb 16-ig meneteltek tehát a németek. A Bundesliga sereghajtója. Petriák. Sarokkal. Nikolic. Dárdai. Sané.
Ferman. Stopira. Ofes, Nikolic. Petriák. Dárdai. Dárdai lövése. Megfogja Ferman. Nyilván ugye ezt a továbbítást egy harmadik góllal lehetne nagyon bebiztosítani majd. Mascarell. Kabak. Nem tudom, dolgozik a videó, hogy megvegyen ez a harmadik gól. A csipka. Az is bravúros, hogy a Lyon és a Schalke és hazai pályán került hátrányba a MOL-Fehérvár, és így tud továbbítni az Európa Ligában. Aztán majd meglátjuk a negyed döntő sorsolásán, kit hoz majd a sors, hiszen azért eléggé erős a mezőny, és azért megint lehet, hogy nagy ágyút kap a Vidi Dárdai felé. Hát, amint szűkül, úgy erősödik is a mezőny. Ale! Petriák. Nikolic. Ott a lehetőség. Nikolic lő. Ferman kivédi ezt is szöglet. Két csapat közül kaphat, mert ugye ellenfelet a MOL-Fehérvár, ezt is fontos tudni. És ezért vannak tényleg nagy nevek. Dárdai szöglete. Ferman üti ki ezt is. Kipattanó Négóé. Négó, Bangboye. Lekészíti Bollának, Bolla lövése blokkba, Uri ismétel, ez is blokkba, és egy lövés, amely mellé megy, de már kint volt, úgyhogy, illetve bocsát, lesz volt, úgyhogy lehet, hogy ezt jobban tette volna Nikolic, hogyha engedi. Alef. Nikolic. Uri. Dárdai. Funsó. És ott a helyzet Dárdai előtt, a harmadik gól is ott van. És akkor most dől el végleg a továbbítás, 3-1-re vezet a Fehérvár. Itt sorokkal a labda. És aztán Sané hibája, Dárdai oda megy és megszerzi. Majd belövi 1-3. Összesítésben pedig 7-3. Kabak. Sané. Raman. Sané újra. Kolasinac. Szerdár. Bentaleb. Mascarell. Harit. Funsó. Nikolic. Dárdai. Az pedig már úgy Kabaké. Ferman. 70. perc. Schalke-Fehérvár 1-3. Dárdai. Nikolic. Lesz. Összesítésben pedig 3-7. Nyilván a Schalke 4 gólt nem fog már rugni. Úgyhogy a Vidi készülhet az Európa Liga negyed döntőjére. Mondom még egyszer, nem tudni még ki ellen lesz, de majd ez a sorsoláson kiderül, hogy kivel találkozik a következő körben a Vidi, amely már az elődöntőért fog menni. De minden esetre ez egy szép menetelés eddig. És hát a Lyon után a Schalke is kiejtve. Huntelár. Ráfordul Kovácsik. Az első helyzet a Schalkének, amely nem ment be ma. Stopira. Funsó. Ale. Funsó. Dárdai. Nikolic. Funsónak. Lepattan a beadás. Harit. Raman. És ez szabadrúgás lesz majd. Sané végzi majd el. Bolla kapott sárgát. Mascarell. Huntelár. Rálövi. Kovácsik fogja. Bolla. 80. perc. Funsó. Sané. Huntelár. Raman. Szabadrúgás újra. A Schalkénak.
Untelárnak volt 3 lövése, Nikolicsnak volt 5. És hát ugye mindkettőjük betalált a mai mérkőzésen, Petriák. Petriák még mindig. És jön Dárdai, tud lőni mellé! Hát ebből még azért valamit ki tudott hozni a Vidi. Egy gólt nem is, legalább egy helyzetet. De azt hiszem, hogy a kettős győzelmet sem fenyegeti semmilyen veszély, nem hogy a továbbítást, úgyhogy azért oda-vissza legyőzni a Schalkét két-két góllal. Ez is szép teljesítmény, és összesítésben pedig 4 góllal jobb a Vidi. Nikolics, Dárdai, Mascarell. Harit. Nikolics. Jó labda Dárdainak. Dárdai gól helyzetben. Dárdai lő mellé. Óriási zicser maradt ki. Nem jön a negyedik. Buzsolábi érkezett közben a Schalkéba. Cseréltek a hazaiak. Alef. Dárdai. Mascarell. Sané. Opa. Ocsipka. Buzsaláb. Huntelár. Harit. Benito Raman, szép becsúszás Bollától, és itt a vége a párharcnak, Schalke Módfehérvár 1-3, a Vidi tehát kettős győzelemmel tovább megy az Európa Ligában, a Schalke pedig kiesik az EL-ből.